Sziasztok, jó napot kívánok! Én Oltai Kata vagyok, és Herman Veronikával ketten fogunk beszélni, ami egy kicsit unorthodox a konferencia stílusban, de mivel ő irodalomtörténész és kultúrakritika, a kultúrakutató, én pedig művészi történész vagyok és kurátor, és gyakran alkalmazom azt a szempontrendszert, amit ő egy másik területen, elég sok közös pont, vagy sokszor hívjuk egymást különböző munkákba, és így kaptunk az alkalmat az Évának a felkérésére, hogy egy ilyen back-to-back kezésben hagyunk elő egy olyan témát, ami tulajdonképpen egy problémafelvetés lesz, mint látjátok, az abnormális és az anya, vagy az anya és az abnormális, és egy olyan vizuális kultúrai, egy ilyen kultúrakritikai szempontot szeretnénk bevezetni, vagy felvezetni, ami elsősorban a testtel, a női testtel, vagy azon belül az anyának a testével, és ez koncentrikus körökben kapcsolódó fogalmakkal vagy állapotokkal operál, klasszikus ikonográfiai toposzoknak a kritikájára lesz három esettanulmány, amivel szeretném elmagyarázni azt, hogy mi is a szűkre szabott normalitás a női test viszonylatában, és az anya vagy az anyasághoz kapcsolódó különböző testi relációk, azok miért is értelmeződnek abnormálisként, vagy mi is az a kritikai dimenzió, amit a kortárs fotográfiában többen így választanak meg. Sziasztok, jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönjük szépen a meghívást. Kata is említette, hogy elég hasonló szempontrendszerekkel szoktunk dolgozni a saját területünkön. Úgyhogy az elején egy kicsit felvázolnánk azt, hogy mi is ezek a koncentrikus körök, amikre Kata is utalt, vagyis hogy mi az a megközelítés, amelyen belül tulajdonképpen kikristályosodik az, hogy a társadalom hogyan gondolkozik az anyai testről, és ahhoz, hogy ezt megértsük, illetve megnézzük azokat a példákat, amiket hoztunk, és kis spoiler, nagyon sokban kapcsolódni fogunk az előző előadáshoz is. Külön izgalmas, hogy mi egy másik szempontból nézzük meg ezeket a példákat, lesznek hasonló példáink. Szóval, hogy ahhoz, hogy mindezt megnézzük, ahhoz néhány nagyon basic elméleti szempontot vagy keretet is hoztunk, amik biztosan ismerősek lesznek. Van köztük olyan, ami szinte már közhelyes, és ezért gondoljuk azt, hogy esetleg újra gondolásra méltó, és van köztük olyan is remélhetőleg, ami pedig nem annyira közhelyes, és mégis ide kapcsolható. Ugye az első és legfontosabb, amit itt a kvázimottomban is lehet olvasni, az első és legfontosabb keret, az maga a test és a testtel foglalkozó elméleti disziplinák, amik tulajdonképpen különböző módszertanokkal, de mindazt mondják, hogy a test az voltak éppen nem csak a biológiai testünkre, mint hordozóra vagy mint borítékra vonatkozik, mármint maga a fogalom, hanem nyilvánvalóan a test az maga a kultúrának a beíródási felülete, a kultúrának a hordozója, és mint ilyen evidensen médiumként is felírható. És akkor, amikor az anyaságról gondolkodunk, akkor tulajdonképpen, ha két lépést megyünk vissza, akkor jutunk el egyáltalán odáig, hogy a test hogyan válik egyrészt anyagszerűvé, ez nyilván az anyasággal majdnem, hogy szójátékszerűen is majd össze fog kapcsolódni, a test a maga biológiai anyagiságában is olyan funkciókkal telítődve, amik kifejezetten specifikusan erre az állapotra vonatkoznak. Tehát egyrészt a test mint anyag, másrészt pedig a test mint egy társadalmi képződmény. És nyilván ebből adja magát, és főleg mivel kortárs fotográfiával foglalkozom most ebben az előadásban, adja magát az, hogy hogyan válik a test, ez a felület, ez a médium, ez az anyag, ez a sokféle módon megközelíthető dolog műalkotássá. Hogyan válik egyrészt esztétikai értelemben műalkotássá, másrészt pedig mondjuk, hogy teoretikus értelemben is műalkotássá. De meg fogunk majd nézni olyan példákat, ahol ezek a mesterséges módosítások, amiket kiírtunk, ezek is elő fognak kerülni. De ez tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy az elmúlt néhány évtizednek a kultúratudományos diskurzusa, amikor a testtel foglalkozik, akkor tulajdonképpen vagy kimondva, vagy kimondatlanul azzal is foglalkozik, hogy posztmodern, poszthumán, posztevolúciós, stb. Mindenféle módon felcímkézett korszakban még mindig hatalmas tabu övezi a testet, különösen a női test, erről még sok szó lesz,
Miközben már elért odáig a tudomány, hogy gyakorlatilag ennek a testnek minden részlete módosíthatóvá vált, különböző beavatkozások cselezik ki a biológiának idézőjelbe téve a törvényeit, és igazából ez a kettősség, vagy ez a látszólag paradox megközelítés is meg fog jelenni azokban a sorozatokban, amiket majd példaként fogunk mutatni. Egy még egy kitétel erejéig visszakapcsolódva ez a kettősséghez, ez is nagyon fontos látni, és ezt nem fogjuk állandóan lebegtetni, de nagyon fontos ugye azt hangsúlyoznunk, hogy teljesen más elbírálás alá esik ebből a szempontból is a férfi test, és annak a különböző produktumai és a különböző nedvességtartományai, és a női test és a hozzá kapcsolt különböző nedvességtartományok, a könyvtől, a magzatvizen, a vérem és az anyatején keresztül. Tehát amíg például mondjuk a spermaadás az egy ilyen heroikus és a férfi képességeket felerősítő aktus, addig mondjuk a mesterséges megtermékenyítés és nem is mondjuk az aktuális hazai kultúrpolitikai kiszólásokra kell feltétlenül gondolni, hanem mondjuk egy tárgyal kulturális értelemben is, az egy elhallgatott, vagy szinte már tabu számba menő téma. Ez is nagyon fontos hangsúlyozni. És pont ezért gondolkodtunk ezen a lebegtetett kettősségen, hogy tulajdonképpen az ellentét ez nem is a férfias és a nőies között van, hanem a férfiasságoknak a különböző elgondolásai, és a női és a nőies között, amik mind hogyha valamilyen sokkal eszenciálisabb minőséget takarnának, vagy legalábbis az elvárások szintjén sokkal eszenciálisabban jelennének meg. És hát ugye azt is nagyon fontos hangsúlyozni, ez nyilván az idő rövidsége miatt igyekeztünk a legerősebb hívószavakat akár sarkosan is ideérni, hogy ezekben a sorozatokban és általában mondjuk az anyasághoz vagy a nőiességhez kapcsolt társadalmi mintázatokban ugye azt lehet látni, hogy az identitás az hogyan alakul ilyen performance szinten, vagyis hogy hogyan valósulnak meg különböző identitás modellek adott esetben folyamatosan egymást váltva vagy váltakozva, akár hétköznapokban, akár a művészeti gyakorlatban, vagy inkább így mondom, hogy akár a társadalmi gyakorlatokban, akár a művészeti gyakorlatokban, nyilván ezek a performatív identitások lehetnek felforgatóak, lehetnek innovatívak és lehetnek agresszívek is. Itt elsősorban nyilván az innovatív lesz az, amire a tekintetünket érdemes vetni. És ehhez kapcsolódóan még az is nagyon fontos, hogy és ez persze nem csak a nőiesség vagy nőiség és férfiasság kettőségnél fontos, de általában, hogyha az identitást performatív aktusként képzeljük el, akkor tulajdonképpen eljutunk egy ilyen szubkulturális lexikonhoz is, vagy amit nagyon sokan szubkulturális lexikonnak neveznek. Ennek nyilván számtalan vonatkozása van. Mégis azt tesszük észre, megint csak mondanám, hogy akár a társadalmi, akár a művészeti gyakorlatban, hogy valahogy mindig a gender kérdések lesznek azok a társadalmi nem különböző megtestesülései, amelyek a legerősebb statementeket vonzák, amelyek a legerősebb kritikát váltják ki, és egyben amelyek a, hát mondhatjuk, hogy a legmegosztóbbá teszik a befogadókat. Az, hogy a női testet társadalmi célokhoz igazítják, az nyilván nem egy nagyon új gondolat, vagy nem egy nagyon innovatív gondolat. Kata már mondta, de én is mondom, hogy persze nem feltétlenül aktuál politikára kell gondolnunk, de az is biztos, hogyha végignézzük akár a jelenlegi társadalmi politikai közéleti diskurzust, akár, hogyha visszamegyünk, akár évtizedeket is, vagy rendszereket, mindig azt látjuk, mint hogy egyszerűen szóval biopolitikának tudunk nevezni, hogy a női test az mindig bizonyos értelemben ki volt szolgáltatva az aktuális társadalmi céloknak, de elsősorban ugye a termékeny női test az, amely vonza ezt a megközelítést, és tényleg mellőznék példákat, egyet mondanék, talán nem tudom, hogy ki mennyire ismeri vagy követi a Margaret Atwoodnak a Szolgálólány meséje című disztópikus regénye, erre például tökéletes olvasatot nyújt, és most eléggé erős a reakció az ebből készült sorozatra is.
Úgyhogy azt látjuk, hogy ez nem csak évtizedekkel korábban, hanem jelenleg is nagyon aktuális a biopolitika, mint kérdés, és hogy egyáltalán hogyan szituálódnak a női testek, hogyan szituálódik a női termékenység, vagy a női feladat, vagy nem is tudom, eszencia, hogyan válik a politikai szintérnek a megkerülhetetlen részévé, és egyben a szegregációnak is, és a megbélyegzésnek is az eszközévé. És hát itt megint csak nagyon közhelyesen, ugye, és talán Foucault-nál nem is biztos, hogy csak az engedelmes testekre tudunk hivatkozni a beilleszkedés kapcsán, hanem nyilván itt utalhatnánk a szexualitás történetére is, annak is különösképpen az első kötetére, amelyben eléggé szépen le van vezetve az, hogy például a viktoriánus kor hogyan alakította ki azokat az elnyomó eljárásokat, akár a ruhaviseletben, akár az étvágynak a megtagadásában, akár Freud és a hisztéria fogalommal, amelyek tulajdonképpen a mai napig is meghatározzák azt, hogy hogyan viselkednek bizonyos helyzetekben bizonyos testek. Szerintem itt most ugorjunk egy gyorsat, mert tulajdonképpen most ugye egy ilyen távabb szellemi keretet akarunk meghatározni, ami nagyon fontos, és sokkal inkább ez a törzse az előadásunknak. Tulajdonképpen egy távabb feminista kritikai attitűdre, ami nem más, mint klasszikus művészettörténeti toposzoknak, akár ikonográfiai toposzoknak, az újragondolására és valamilyen fajta parafrázisokra. Úgyhogy tulajdonképpen mindaz, amiről beszéltünk az anyaság viszonylatában, ez egy nagyon izgalmas és vaskos hagyomány mondjuk a 2000 utáni, vagy főleg a 2010 utáni kortárs művészetben, hogy milyen módon reciklikálják ezeket a toposzokat, és az egyik ilyen legizgalmasabb alapmű, amit azt gondolom, hogy érdemes mellé tenni, az pontosan a Remdixának ez a nagyon sokrétű történeti munkája, egy ilyen történeti szempontú felgöngyölítése annak, hogy akár az anyassággal, akár a női test, vagy a normalitásnak nem csak a testi viszonylatban, hanem a testhez kapcsolt etikai és attitűdbeli normalitással kapcsolatban, milyen fosszíliákat hagyományozott tovább a mitológia és maga a Biblia is, ugye, amit a klasszikus ikonográfia befagyasztott, akár képtípusokban, akár attitűdtípusokban, és mik lehetnek azok a mi szempontunkból most, ami az anyaság, vagy az anyai test, vagy az anyára válás szempontjából ilyen toposzok lehetnek, vagy izgalmasak. És mi is az előző előadásban mondjuk ilyen három stációt vettünk ki, mondjuk az egyik, ami megelőzi a konkrét anyává válást, vagy hát egy másik diskurzus szerint már ott kezdődik az anyává válás, amikor valaki gondolatban meghatározza azt, hogy anya akar lenni. Most az Elena Broderusnak egy másik, de összefüggő sorozatát hoztuk, ami konkrétan ugye egy bibliai jelenetnek a megnevezése, de hogyha megnézzük ezt a sorozatot, amiből itt egyelőre ugye egy kép van, akkor teljesen más típusú történet rajzolódik ki. Ugye klasszikusan az angyali üdvözlet, vagy az a pillanat, ami akár még így a popkultúrában is egy ilyen nagyon fontos vagy izgalmas pillanat, hogy hogyan tudja meg valaki azt, hogy teherbe esett, hogy gyereket hord a szíve alatt, és itt aztán egész komoly és változatos nyelvi metaforák vannak erre, még ennek a súlypontozásában most nem is mennénk bele, de hogy ez mindenképpen nagyon fontos, kiemelt és egy ilyen magasztos pillanat, és soha nem egyedül történik, ugye ez is egy nagyon fontos dolog. Van egy másik képtípusa, ahol ugye a két már gyermeket viselő anya osztja meg egymással ezt a boldog hírt, de hogy ez egy nagyon fontos különbség, hogy ennek az ikonográfiai hagyománya az soha nem egy szomorú és egy magányos pillanat. Még az Elena Broderusnak az angyali üdvözletében ugye egy olyan sztori rajzolódik ki, ahol ő tulajdonképpen
sokáig próbálkozik a teherbeeséssel, különböző módon próbálkozik a mesterséges megtermékenyítéstől, a különböző ilyen naptármódszerekkel. Ez a sorozat egyébként egy elég izgalmas és bő installációs háló is, különböző naptár darabokkal, ahol ugye a számolásos módszer, a termékeny napok, és az a gyakorlatilag ilyen behatárolt vagy megszabott ilyen datarendszer is kirajzolódik, hogy tulajdonképpen ez a fajta természetesnek vélt, vagy örömteli pillanat, ez mennyire elnyújtott, és mennyire szabályozott, és mennyire frusztráló is lehet. És azok a képek, amelyek ebben a sorozatban születtek, és csak párat említünk, vagy párat szedtünk ki belőle, azok egyrészt nagyon izgalmasan hoznak vissza egy képi szerkesztést, ugye akár erre a képre gondolunk, akár a másikra, a kint és a bent, ez egy nagyon klasszikus, lehetne mondani, hogy németalföldi, vagy később egy ilyen holland képtípusnak is a megfelelője, hogy hogyan érzékelteti a különböző nyitott ajtókkal, vagy zárt ajtókkal, a tereknek a megosztásával, vagy az elrendezésével, amelyek metaforikusan értendőek, és így nagyon klasszikusan idézi meg ezt a fotográfia eszközeivel, tehát ilyen szempontból is van egy ilyen kettős visszautálás egy klasszikus művészettörténeti korszakra, vagy időszakra, viszont az összes képen őt egyedül látjuk, talán ez a legfájdalmasabb, vagy a legközelibb kép, ahol gyakorlatilag egy megtört női testet látunk, egy kiszolgáltatott női testet, lehetne mondani, hogy egy beteg, egy fájdalmas női testet, ugye az asztalon számos gyógyszer közelebbről megnéz az ember, akkor különböző táplálékkiegészítők, injekciók, tehát mindaz a dolog, ami mondjuk szintén egy elhallgatott, vagy társadalmilag is lefolytott, vagy letiltott része annak, hogy mondjuk a sorozatos hiába való próbálkozásokat mi előzi meg, vagy mondjuk mi az az állapot, amikor valaki megtudja, hogy mégsem válik anyává, vagy mégsem sikerült a megtermékenyítés, vagy éppen elvesztette a magzatot. És akkor a következő ilyen kiemelt eset tanulmány, ez a Cindy Sherman lenne, és tulajdonképpen a szoptatás, mint olyan, ami ilyen erősen abstrakt, vagy szintén tabu kategória. Sherman is szintén volt már, úgyhogy ezért is, mint majd nagyon erősen kapcsolódunk, különben még az angyali üdvözlet, ez csak egy apróság, hogy azt ugye el szoktuk felejteni a Mária Erzsébet történetben, vagy hát hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ott ráadásul, amikor Erzsébet teherbe esik előzőleg, ő ugye egy idős nő volt már, tehát úgy volt, hogy már nem is lehetne hivatalosan gyereke, amivel ugye bejön még az öreg nőnek, vagy az öregedő nőnek is a toposza, ami hát gyakorlatilag még a női testnél is nagyobb tabu. Mihály Bakhtin azt mondta, vagy azt írta az egyik tanulmányában, hogy képzeljünk el három öreg, terhes, mesztelen boszorkányt, és így megkapunk mindent, ami a kultúránkban tabunak számít. Úgyhogy ezt is meg nagyon fontos kiemelni, és hát Sherman-nek igazából azt a munkáját hoztuk itt a 87-es Untitled sorozat, ez az Old Masters Revisited sorozat, ahol ugye klasszikus reneszánsz festményeket ír újra tulajdonképpen, nyilván nagyon erősen az irónia és a groteszk és a pasztis eszközeit használva, és itt ugye a sorozatnak különben az összes képének az a jellegzetessége, hogy a fotókban a mell, a női mell az mindig kívül kerül, tehát mindig nagyon erősen hangsúlyos pozícióba kerül. Ez pedig ugye megint egy klasszikus toposznak tulajdonképpen, vizuális ikonográfiai toposznak az újraírása. Akár egy fél mondat erejéig izgalmas kitérni arra, hogy ugye honnan vagy meddig terjed a női mell, hogy a mellbimbó eltakarása az a mellnek az eltakarása-e, vagy megszüntetése, ugye ami nem csak itt ezen a klasszikus képen, de mondjuk a mostani ilyen social media érdekérvényesítési folyamatokban is ilyen fontos kérdésfeltevés, hogy ez a Freddy Nipple, ez mire vonatkozik, hogyha az egész mell 99%-a, ami egy teljesen más tartomány, az kint van, de a mellbimbó el van takarva, akkor vajon eltüntettük-e a mellett? Szóval ez is nagyon izgalmas része, akár a Cindy Sherman kérdésfelvetésének is. És csak azért hoztuk ezt a példát, ami egészen izgalmas lenne, hogy ez a mire már utaltam, a különböző testnedvek, ami teljesen más, hogy még akár ugyanazok a testnedvek is teljesen más, hogy értékelődnek férfi és nő esetében, és erre mondjuk a vér a legeklatánsabb példa. De ugye vannak speciális testnedvek, ami csak a női testre vonatkozik.
vonatkoztathatóak, és gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ezek mind az object vagy a letagadandó kategóriájába esnek, de mégis vannak olyan kis zsákutcái, hát akár az ikonográfiának is, ahol teljesen más értékítéletet kap, és felmentődik ez a testned. Ez az úgynevezett laktáció ennek a képtípusnak is a neve, de itt ugye a szoptató Mária nem a kis Jézus táplálja ezzel a társadalmat undorító testmedvével, hanem különböző egyházi méltóságokat vagy főpapokat illet vele, ennek különböző típusai vannak, a homlokára, fröcsköli, szemébe, szájába, és ez gyakorlatilag egy ilyen felállásban mindig valamilyen szellemi tartománynak a felerősítése vagy megerősítése, vagy szóval egy olyan képességgel való felruházás, amitől az illető férfinek egyházi méltóságot, az mindig férfi illeti, felnőtt férfi kapja ezt a kegyet, felerősíti a hitét, mondjuk a szónoklati képességeit, tehát valamilyen extra természet feletti vagy extrém funkciót kap tőle. Ez érdemes egyébként ezen elgondolkozni, és egész messzire lehetne vezetni akár a hormonó típusokig ezt a klasszikus ikonográfiai képet. Ha különböző ilyen cikkeit vettük ki, ugye három esettanulmányt avval kapcsolódóan, hogy az anya vagy az anya képtípus az milyen parafrázisokban értelmezhető, akkor ez a sorozat is egy nagyon más kritikai éllel él. Anna Cassis Brodának ez a Tiny Action sorozatából vetítünk majd pár képet. Ő hol az egy vagy hol két kisfiával fotózta magát tulajdonképpen, tehát hogy itt önkiadóan készültek a képek. Tulajdonképpen ebből a szempontból mindegy is, hogy ki készítette a képet, mert sokkal fontosabb, hogy milyen jelenet zajlik a képen, és milyen felállásba kerül anya és gyerek, felnőtt és gyerek, ugye, ami szintén egy ilyen nagyon klasszikus képtípusból, itt ugye látjuk a kis keresztül a Szent János, meg a kis Jézus, ez is egy ilyen tipikus, sokszor megfestett jelenet, ami gyakorlatilag ugye egy ilyen klasszikus háromszög kompozíció, ami ugye azt is mutatja, hogy felnőtt, az érett, a felelősséggel tartozó, az mindig fölé helyezkedik a gyerekeknek, óvja őket, vigyáz rájuk. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon klasszikus, a metakommunikációval is körbeírható társadalmi normák, hogy gyerek és felnőtt viszonyát, anya és gyerek viszonyát körbe kell rajzolni. És ehhez képest, hogyha megnézitek ezt a sorozatot, ahol mondjuk a kisfia mossa a haját, tehát a gyengétség egy teljesen más irányból jön, és itt még bekapcsolnám azt a vonalat, hogy érdemes úgy néznetek a képeket, hogy mondjuk speciálisan fotográfiailag, ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem, hogy mondjuk ilyen snapshot jellegű képekről van szó, de mégis a fénykezelése olyan, és ezen a képen jön ki talán a legjobban, hogy van egy ilyen izgalmas kontraszt abban, nem csak az, hogy a festő ilyen, lehet azt mondani, hogy dramatikusan kezeli a fény, de sokkal inkább egy ilyen stage vagy ilyen beállított fotóhoz hasonlít, azzal szemben, hogy mondjuk maga az akció a képen, az mit jelenít meg, vagy hogyan zajlik. Szóval ez a fajta feszültség is nagyon izgalmas, mint fotográfiai eszköz, és ugye itt is valamilyen krémmel vagy tejszínhabbal kenik be a mesztelen anya testét a gyerekek, teljesen más a reáció, más a játék fogalma, más ugye az is egy ilyen erős társadalmi feszültség, hogy a mesztelenség az melyik fázisban kell, hogy kiiktatódjon ez a fajta testérintés, ami a mesztelen felnőtt, a mesztelen anya vagy apának a látványa és akár a megérintése, az melyik az a korszak, amikor be kell, hogy fejeződjön, és hogy illik már, nem tudom, eltolni a gyereket, vagy nem illő így játszani vele, vagy így mutatkozni előtte. És hát ugye ez is megint a rossz anya mintaképe lenne, aki ugye a háttérben kimerülten alszik, vagy a gyerek az előttérben játszik. Ez is azt gondolom, hogy mindenképpen az a pillanat, ami semmiképpen sem az ideális, vagy a társadalmilag elfogadott anya szerepben mutatja a képen szereplő alkotót, hanem pontosan abban a pillanatban, amit igyekszik kiírni minden klasszikus, akár önmítosz is arról, hogy ki hogyan számít jó anyának, vagy mivel jár anyának lenni, és mivel pedig nem jár anyának lenni, és ez pedig
akár a családi mitoszok, akár a szélesebb társadalmi közegben sem felvállalható. Mi ezekkel az esettanulmányokkal készültünk tovább gondolásra. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!